Na sziasztok! Kettő vagyok, és itt vagyunk most a Démonik Manor 2-vel. Elmúlt este 9:30, így nagyon izgi lesz. Szeretek este játszani. Úgyhogy megpróbálok most már vidiket csinálni. Hát szerintem vágjunk is bele, jó kis para lesz. Oké, tovább. Tölt. Már most érdő vagyok itthon, úgyhogy para. Na nézzük! Futás, ja, és megint sötét minden. El van dőlve a létre is. Na. De jó ég tök, nem bírom. Hát akkor menjünk itt be. Aha! Jézus. Most ez komoly. Tuti, valamiket föl kell vennem, fogalmam sincs, hogy mit. De kezd nem tetszeni. Na nézzük! Nem lehet kinyitni ezt. Ezt nem engedi. Azért nézzünk hátunk mögé is. Na? Nem tudunk bemenni. Valamit itt semmit nem lehet fölvenni. Tuti, valami fog jönni? Nem hiszem el. Túl sötét van. De itt mit? Hülye, hát nyitva van az ajtó, ne idegesítsél már! Szoba. Könyvekkel. Na? De ne már! Most kajak, ez mi volt? Nem, most se bírom. Nem. Full nem bírom. Valamelyik szekrényt? Nem. Hát nézzünk be arra, mi van. Jézus Isten! Aha, itt is van valami könyv. Ezt fel tudom venni. Jaj, ne! Ez kell nekem este? Ez? Na jó. Tedd le. Nem vagyok kíváncsi rá. Tökre nem. Fürdőszoba. De mocskos. Valami kulcs. Jézus Isten! Semmi. Jól van, WC-t nem húzzuk le. Nem látok se kulcsot, hiszem, semmi nincs. És tuti, valami fog jönni a nyakamat rá. Kijövök, és ez para. Még egy szoba. Nehogy valami itt legyen, nem akarom. Te jó ég! Francba! Újságok. Itt van, amit fölvenni. Na már, mi ez? És komcsira hangokat hallottam. De nekem valami ki ne bújjon itt az ágyoló, mert hülyét is kapok. Jézusom. De hát, na, még egy papírusz. Nézzük meg. Jó. Oké. Elnyomtam. Fú, hát ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, elmegyünk oda. Vagy nem vesszük fel, nem akarok olvasgatni most ezzel. Tökre nincs kedvem. Na, láda. És kulcs. Szupi, valamit ki fog nyitni. Na most a villany egy kicsit bevibrált. Ez tök gáz. Tök parázok. Igen, ez volt a klotyó. Jól van, akkor keressünk egy ajtót. És szerintem ott szembe azt fogja kinyitni. Úgyhogy menjünk oda, még valami jönne. Na, és nem nyitja, nem nyitja. Hát akkor mi a francot fog nyitni? Na, akkor megyünk erre, ahol jöttem. Hát, ha. Na, várjunk, itt van valami gomb. Aha, kinyitotta. Szuper király. De innen jöttem. Na ott akkor menjünk le a lépcsőn. Nem szeretem a pincéket, komolyan mondom. Nem akarok pincékbe mászkálni. Este van. Erre mi van? Jézusom. De most ne!
Nem nyílik. Valahova lejöttem, és szédülök, vagy én nem tudom, hülyén nézek ki. Mi a... Ó, ne! Vér... Ez... Nagyon jó. Tök bírom. Egyre jobb. Tiszta mocsok minden. Hát mi van itt? Na nézzük, kinyílik a szekrény és kulcs. Itt a kéké. És fölveszünk a kulcsocskát. Na, megvan a második kulcsom. Szuper király. Jézusom, még pince. Megnézzük azt, hogy ajtót nyitja-e. Nem akarok pincékbe maszkálni, és nem nyitja, nem nyitja, miért nyitne? Akkor menjünk le. Tök jó. Úgy imádom a pincéket. Kezd nem tetszeni. Nem. Itt valamit könyveknél? Semmi. Jézusom. De mi ez a sok vér? Hát nem olvasok papírt nekem ez, most tökre nincs kedvem. Tökre egyedül vagyok. Most ez a hang mi volt? De marha jó, tényleg már? Jesszusom, francba bele. Azt hiányzik, hogy még itt valami jöjjön, hát nem bírom már. Ne, csak ne jöjjön semmi. Kérlek, ne. Nem akarom. Jól van. Nem játssza le. Nem tudom, mit akar. Dobozok. Valami. Semmi. Jaj. Nem már! És most marha jó! Ki a franculott? Na menj innen! Sír. Ennek nem lesz jó vége. Te nem már! Jesszus! A franc fog olvasni. Itt. Hát én nem hiszem el. Ha jó van, megyek innen, tökre nem ér. Ez nagyon gáz. Ah, és te engedd át a gőzt! Na mindegy, jobb is megyek innen el a pincébe, mert nekem tökre nincs ez kedvem. Tökre nincs. Na nézzük. Ezt ugye nem nyitotta. És akkor itt van még egy ajtó. Megint ez a kurva kód. Jó. Nem tudom a kódot. Honnét tudjam a kódot? Ha egy papírt nem enged fölvenni, a biztos, hogy valóban le van írva a kód. Ez is zárva. Hát ugyan már, miért lenne nyitva? Ugyan. Hát ezt nem hiszem el. És akkor mégis most, várj. Hova menjek? Ez se engedi. Valamit figyelmen kívül hagyhattam. De most az, ami bejöttem, ott nem mehetek már ki, és akkor így, hát akkor így nem lesz meg a kód. Jézusom! De ott meg nem enged át. Itt meg nem enged pap, nincs semmi kód. Hát megnéztem. Nem engedi fölvenni, mert általában ugye úgy szokott lenni, és akkor bele van írva a kód, de nem enged semmit. Próbálom én. De nem láttam. És itt valami az asztalon? Nem. Valamit nem figyeltem. Lehet. Nézzük csak meg. De most ez mi ez a hang? Komolyan mondom. Ez nagyon para. Ez rettentően. De nincs semmi. Se dobozott cseng. Nem. Vagy várj, itt egy kép. Nézzük csak meg. Aha. Na. Nem, ez kulcs volt. Kulcs volt.
Szám viszont nincs. Nem tudom. Kulcsnak tűnt. Papíron lenne. Nem. Hát ennek így nem látom értelmét, komolyan mondom. És állandóan visszadob. De hát ott az exitbe kell kilépnem. Hogy letegyem ezt a szerencsétlen papírt. De nem, most meg hol vagyok? Hát én ezt nem hiszem el. Vissza akarok ide menni. És vajon az a kulcs megvan, nincs. Na, valaki túl sokat ivott az éjszaka. Ezt se tudom fölvenni. Nem tudom, tehát valahogy ez a játék nem igazán nyerte meg a tetszés. Na, mi ez? Tessék. Szerintem én elemlámpa cucc, aha. Elem. Csak nagy valaki itt legyen, mert aztán ne jó van. Én már nem veszek föl több papírt. Még egy klotyó. Nem lehet kinyitni semmit. Kód sincs. Na, fénykép ezáltal beválik. Hát most nem vált be. Nincsen. Semmi. Nem tudom kinyitni. Na, nézzük csak. Üvegek. Nem tudom fölvenni. És itt... Fú, kis só, lábos. Valami kis főzőcskés, cucc. Kés. Miért nem tudom fölvenni a kést? Vagy legalább a boros üveg. Most jól jönne. Hát, semmi. Te bamba! Az Isten szerelmére már komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Hát a frász jön rám, mi a szar? Na az már jó, ez nagyon jó, tényleg tiszta rémisztő. Jézusom! Úristen! Nagyon para. Még egy mosdó. Nem bírom ezeket a mosdókat. Nem tudok. Nem is akarok bemenni, talán nem is kéne. De hát, ha van valami, nincs semmi. Új, de mocskos. Na jól van, én azt hiszem innen kimegyek, mert nagyon van, mi legyen a WC-be, mert nincs kedvem belenyúlni. Egyáltalán nincs. Na, könyvespolc. Sosincs semmi, úgyse. Na, akkor menjünk erre. Nézzük meg, mert ide ment be. De már! Jesszus, elfordulok! Ne, nem akarom! Ne! De most, ha megfordulok, ott lesz. Nem akarok megfordulni. Az Isten szerelmére tök elegem van. Miért kell ilyet este játszanom? Miért? Jézus Isten! Mit te hol ez? Ja, a kulcs! Na megvan! Van egy kulcsom, az azért szuper dolog. Nem is értem, minek jövök be a WC-hez. Na? És nem nyitja, miért nyitná, miért nyitná? Tiszta sátánistás az egész. Jaj! Hát akkor nézzünk egy ajtót. Hol volt? Hol nem volt? Nem, itt már voltunk. Volt ajtó. És végül is van már. Aha, mert van már kulcsom, ugye? Aj, de nem nyitja. Vagy rájöttem, hogy lehet, hogy mert így dob be máshova, mert mindig máshol vagyok. Különböző helyeken. Aha, mint hogyha itt következő szintre lépnék. Na rá, ha. Jó, de most ezt a papírt megint vegyem föl. Nem, és itt van még egy elem. Van még egy elem. Na nézzük most ezt a képet. Nem engedi. És miért nem? Most megint vegyem föl a papírt? Hát kész vicc. Nem hiszem el. De ennek most így mi értelme van? Komcsira mondom. Na jó. Most tényleg? Na, megyek máshova. Megyek máshova, de nem veszem fel azt a papírt már. Hát nem tudom. Annyira nem nyerte meg a tetszésemet. Ez a jó. De
De jól van most már tényleg, na jó, jó, nem? Befejeztem. Befejeztem ezt a játékot, nagyon nem látom. Istenbe! És eltűnik, tehát az, hogy megölne. Fölvettem a kulcsot ismét. Hát szerintem ez a vidi most ennyi lenne. Lehet, hogy utána nézek, hogy mégis miről szól, mert így, hogy állandóan kibedobál, ez így nagyon fura, meg tulajdonképpen annyira nem is rémisztő ez az alak, szellem, vagy minek mondjam. Úgyhogy ez a vidi ennyi lett volna, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kett voltam, sziasztok!